A pristinai média szerint Alekszandar Vucic szerb kormányfő megtámadta Koszovót azzal, hogy Koszovó és Metóhiának nevezte azt koszovói köztársaság helyett. Vucic, mint az apám udvarában Koszovó-Szerbia bölcsője, soha nem mondunk le Koszovóról. Ilyen és ehhez hasonló címmel jelentek meg az újságok Pristina szerte a szerb kormányfő látogatása után. A Kohaditore újságban arról írtak, hogy több ezer koszovói szerb várta a miniszterelnököt, valamint sértőnek találja, hogy Vucic Koszovó és Metohiát mond koszovói köztársaság helyett. Az albán napilap kiemelte, a szerb kormányfő felszólította a pristinai kormány szerb képviselőit, hogy hagyják el a kormányt, ha nem tudják biztosítani a koszovói szerbek jólétét. A szövegben azt is hozzátették, Vucic kikerülte a választ arra a kérdésre, hogy Szerbia mikor ismeri el Koszovó függetlenségét. A Koszovó szót újság szerint a szerb kormányfő látogatása a múlt századra emlékeztet és a szerb elnyomásra. A pristinai lap szerint a koszovói szerb kormány képviselői nem úgy viselkednek, mint állami vezetők, hanem mint egy tartomány képviselői, ami elfogadhatatlan. Azt viszont kihangsúlyozták a szövegben, hogy azzal nincs semmi gond, hogy a szomszédos ország miniszterelnöke a vallási ünnep miatt látogatott el Koszovóba, és arra kéri a polgárokat, hogy békében, egyetértésben és barátságban egymással. A pristinai média Vucsit látogatása után főleg azzal foglalkozott, hogy a szerb kormányfő nem hajlandó Koszovó függetlenségéről beszélni, és nem áll el attól, hogy Szerbiához tartozzon. A többségében albánok laktak Koszovó.